Na hát üdvözlök minden vodnézőt, tudjátok, hogy fog menni, kijátszok egy játékot, aztán meg majd szét lesz vagdosva, main csatornára ide meg fel lesz töltve úgy, ahogy. A mostani játék, amivel játszani fog, az a Fractured Mind, ami egy horror játék már megint, utálom magamat, ez egy demo. Szóval, hogyha nincsen rendes befejezése, már pedig nem lesz rendes befejezése, mert tudom mi a befejezése a játéknak, mert hát eléggé megosztó volt, ahogy így nézegettem. Legalábbis így a kommenteket rajta, na mindegy, nem ez a lényeg. A lényeg az az, hogy miről is szól a játék, mész egy elképesztően nagy és hosszú, no homo, mi is ennek a neve, nem, metróban, igen, és tudjátok mit, megmutatom, bum. Hiperrealisztikus bodycam horror igazából, aminek 8 FPS-en van, de az mind az enyém, legalább azt nem vehetik el tőlem. No exit, emergency only. Aha. Szoszi. Jó, Pali, mi ez? Ez a videó. Border. Max FPS. Figyelj már, engem nagyon zavar, hogy ilyen 5 FPS-en van, szóval... View distance... Windows 19! Vagy mi a faszom, 90? Szórakozol velem. Ez a... A játékban a beállítások azok konkrétan ilyen rendszerekről vannak elnevezve, vagy hát fogjuk rá. Tehát a legrosszabb beállítás felbontása minden tekintetében az a Windows 98, majd a közepes, gondolom én, az az Android. Utána van a High, az a Not Bad, és hogy a... És hogy mi a tököm akar, am I smelling smoke? Jó, hogy füstöt érzek-e? Gondolom az RTX vagy a nagyon very high. Hát én ezt kikapcsolom, őszinte leszek, mert rohadtul delagolni fogok. Auto detect, az működik? Oké, 100 millió FPS. Figyelj, én nem akarok 100 millió, vagy nem, bocsánat, FPS, nem akarok 100 millió izét. Mert lagolni fog szerintem. Mert ez még inkább kiderül. Audio... Bocsi amúgy meg ezeket ebbe faszon beállításokért amúgy meg, de ha úgyis hagyni fogok timestampet, hogyha valakit nem érdekel. Vertical sync, nekem nem kell semmi sync, hogy kell kikapcsolni sehogy. Oké, okay, szuper. És hogy kell kilépni? Gőzöm sincs. Oké, okay, nagyon, nagyon ilyen lag érzete van a játéknak, nem tudom miért. Hát egy pisztoly. Hello. Mert konkrétan nem, ez egy 5 FPS-em lenne. De most kipróbálom, hogy... Ha leveszem Windows 98-ra, akkor mennyire van 6 FPS-em? Hát igazából, tehát ugyanúgy néz ki a játék, de... Hát nem lett sokkal jobb. Maradjunk annyiban. Jó, szerintem ez a játéknek a feelinge igazából. Tök mindegy. Smoking. Oké, okay, haverom. Hogy hangos lesz a játék, azt remélem nem, de inkább lentebb is veszem most egy picikét, mert már alakítottam rajta. Oké, okay. Nem a világ vége szerintem, túléljük. Na, nem tudok sprintelni? Ó, emberem, komolyan mondom, hogy álljon beléd. Azt inkább nem mondom, hogy micsoda, de valami. Oké. Okay. Haló, jó napot kívánok, elnézést, nyitódjon ki. Itt ki tudok ugrani? Nem, oké. Okay. Na, megyünk a Blahára, merre megyünk, srácok? Hagyd nézzem, transit map. Aha, itt van valahol a hősök tere. Blaha. Nem tudom, nyugati akármi, nem vagyok pesti, fingom sincs egyébként, meg mi után jön, ne kérdezzétek. Oké, okay, szóval elvileg nagyon lassú menete van a játéknak, olyan tekintetben, hogy mínusz 5... Hát a... Majdnem azt mondom a movement speed-em, annak ellen nem lozok egyébként, meg ez az a halál, amit fog követni szerintem, hogy mindenekre azt mondom, hogy movement speed. De mínusz 5-tel megyek. Szóval most nem tudom, hogy... Mégis... Mit kéne csinálnom? Őszinte leszek. Jó, mit kéne csinálnom egyébként? Meg jó, itt bitcoin reklám, mit tudom én. Bullseye, nagyon király ezek az ingyen reklámok, amik valószínűleg full kamuk. Mizu van? Megyünk a Romániába, srácok? Vélemény? Őszinte véleményeket szeretnék erre kérni. Elmegyünk Romániába, vagy... Borzasztó. Evel kell amúgy meg ajtót nyitni. By the way, így, hagyok majd egy linket valószínűleg a leírásba, hogy merre kell megtalálni ezt a kis játékot. Hopp, itt van valami érdekesség, hagyj nézzem. Nem, valami érdekesség. Mental health.
Igen, ami már nekünk nincsen, mert le van amortizálva a sok éves MOBA játékok miatt valószínűlegesen. Figyelj, már kezdem unni egyébként, meg hagyj menjek már ki A-ból B-be. 8-8-0-5. Tehát én szeretem az ilyen kis pörgősebb játékokat. Ne legyenek olyan pörgőseket, hogy szívromot kapok amúgy, nyilván, mert befosok. De többetlen azért, minden, ha lenne sprint például, el kell zoomolni. Minden, ha lenne sprint. Nem? Nincsen sprint. Nagyon szuper. Hello? Nagyon király grafitik amúgy, meg viszont a grafika azt tetszik. Tehát az szép minden, maga az irányítása a játéknak viszont borzasztó. Szeretnétek vele játszani, akkor majd úgyis kitapasztaljátok, hogy milyen ez az irányítás, de hát ettől valami hány ingere van konkrétan nekem, hogy így nem lehet a visszafordulni? Ez mi? Hello? Nem? Cole? Nem? Press to talk? Hello? Sorry? Help? Nem? Oké. Okay. Nem tudom, miről szól a játék amúgy meg. Sajnos ez egy demo. Szerencsére viszont ingyenes, szóval... Ennyi pozitívumot el tudok mondani azért. Tetszik viszont, hogy... Valamilyen szintű tükörképem azért van. Ezekben a... Oh shit, mi volt ez? Ezekben az ablakokban. De most amúgy megyek a világ végéig? Tehát ez egy sétáló szimulátor? Vagy most mi a tekem van? Hát annyit hallok, hogy valami zúg és így ennyi. Hát haver, ne szórakozz már velem. Most a játék arra játszik, hogy megunjam, aztán meg kilépjek, és akkor agyfasz kapok, amikor menjem az escape-et legközelebb, vagy jöttek-e egyébként? Most az halálkom, hogy kérdezem. Halló? Halló? Halló, ez itt mi? Nincs ma... Miért nincs itt a izé? Oké, Rules of Conduct. Ó, itt van, hogy miket szabad csinálni, miket nem szabad csinálni, igen. Nem szabad pusztítani, nem szabad zigizni, nincs pia, nincs kaja, nincs semmi, nincs... nem szabad lefeküdni. Miért? Nem akarod, hogy kényelmesen utazzak? Elképesztő, szörnyű. Nem szabad... Jó, nem szabad a privát helyekre bemenni. Vajon miért? Nem tudom, a végén elütnek. Nincs hangos rádió. Oké. Okay. Ja, és nem hoztatok fel... nagy, érdekes tárgyakat. Van nem egy pisztoly, tehát nem tudom, számít egyébként meg ilyen bulky tárgynak, nem tudom, mit jelent a bulky amúgy meg, tehát ilyen... Nem azt jelenti, hogy szúró, szóval... Ezt nem mondanám. Mi a helyzet? Ne feledjétek el, srácok! Az apró... Jaj, várj, ez nekem van amúgy, meg ide rakva valószínűleg. Várj, ez szerintem ez egy tutoriál akar lenni, csak nem figyeltem oda. Oké, figyeljünk oda a részletekre, igen. 5 betűt kell összegyűjteni, ahhoz, hogy kinyissunk egy padlockot, oké, okay, egy lakatot. El vannak rejtve, tehát mindegyik betű el van rejtve, rendben. Mit jelent az, hogy össze kell raknom, vagy hát be kell fejeznem a testet, mielőtt tovább mennék a végére? És az ötödik pedig az, hogy ez nem bontja a negyedik falat. Ugye aki nem tudom, a negyedik fal az, amikor így konkrétan kijön végül is a kreáló, vagy egy szereplő, vagy egy akármi igazából egy játékból, per filmből, per sorozatból, per akármiből igazából, ami a tévében vagy monitorban szerepel. És megszólítja a játékos, vagy éppen a nézőt. Ugye bár ilyen például, mint amikor a Family Guy-ban megszólítják a nézőt, meg offolgatják a Simpson családot például. Oké, okay, tehát a smoking... Nem szabad smokizni. Oké, okay, én felfogtam, tehát én nem vagyok egy smokizó ember, soha életemben nem voltam, de mi lenne... Én nem megyek tovább. Vége van, ennyi volt. Kijátszottam a játékot, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nagyon király. Na szóval, ha még érdekel a játék, akkor töltsétek le. Velem nem basztok ki. Én ezt a szart nem fogom végigjátszani. Velem konkrétan ki akartok baszni. Mondjuk amúgy én akarok kibaszni magammal valószínűleg, mert egyébként rohadtul, de nem volt terben ez a játék, de az mindegy. Alapból amúgy meg a Madisonnal akartam játszani, még szaladtóbb, csak ugyebár lassan éjfél.
Én meg egyedül vagyok itthon, szóval nem igazán kéne szerintem nekem ilyen játékokkal játszani. Azért voltam annyira a pártján ennek, mert ez nem tűnt annyira intenzívnek. Egyenesen megbántam a döntéseimet. Igaz, hogy még csak fékezett igazából a metró, de... Most ki tudja, hogyha most a Blahán állt meg, akkor lehet, hogy meghalok érte. De nem lehet tudni. Szóval... Technikailag... Metrótól függően életveszélyben vagyok ugyanúgy. Oké. Mi a helyzet? Betűket kell keresnem. A B betű az betűnek számít? Northwood B talán az első betű? Nem tudom. Lehet. I don't fucking know. No exit. Oké, ez felfogtam, értelmeztem. Mi lenne, hogyha valami... Nem mondom azt, hogy valami történjen, mert amúgy meg fogom bánni, mert itt van a blik értelmi. Nem tudom, ezt újra A loud gunshot was heard echoing through the Valaki megölte a... Még így is kurva hangos egyébként, mert a játékkel levettem a felületet. Valaki megölte a feleségét. Officers present on the scene have told us that the perpetrator was not responding to their calls to drop the weapon, as he appeared in a trance-like state. The victim, 25-year-old Emily, was described as being happy, outgoing and full of life. Jó, igazából, tehát most nem fogom hiszem, hogy én akarom hallgatni. Tehát igazából annyi történt, hogy valaki megölte a feleségét. Aztán oda mentek a rendőrök, reagáltak rá, nem akart együttműködni a csávó, azt nem mondták, hogy utána mit tettek, valószínűleg lepufoltottak a picsába, aztán köszönjük szépen. Aztán meg most így elmagyarázza, hogy milyen volt a... Jaj, de rossz a célzás. Okay. Kontrolláltatlan dű, meg ilyen hülyesége. Akkor igazából leírta, hogy milyen a helyzet, tehát egy elmondta, hogy milyen volt a nőci, akit meggyilkoltak, meg hogy vajon mi milyen gyilkolhatták meg. Aki nem beszél angolul, hogy nyilván egy kicsit fordítva lesz majd a vágottban. Mi? Ne pazarolja maga jókat, tesó, már vagy kilőttem két tárat. Oké, jó, tehát, hogy használnom kell akkor valószínűleg ezt a szutykot. Nem csak így dísznek van egyértelműen. Ki hitte volna mondjuk. Ugye oda volt írva, hogy okosan használ meg a jókat. Meg golyóimat. Mert hogy ugye bár szükségem lehet rá, vagy nem. Mert még nincs rá szükségem, vagy de. Tehát ilyen nagyon kriptikusan fogalmazott, de hát bekaphatja. Jó, akkor egy guide. Két guide, nagyon örülök neki, nincsen cigizés, azt gondolom, a harmadik guide az ilyen életguide. Ez itt valami? Neves csak egy ilyen telekom reklám, szuper. Vagy Jettel, bocsánat, annak van ilyen színe. Mi? Apa, ez mi? Ez új. Hello? Te újdonság vagy? Te mi vagy? Impatient, referral, form to psychiatric. Aha. Inpatient. Miért nekem az inpatient? Mert azt mondom, hogy mi az, hogy inpatient, de az inpatient, azt nem tudom mit. Tehát gondolom az ilyen bent laká... Ó, ez mi? Ez egy E. Ez egy E. Gondolom, B-E? Be? Be-a? Bejászolj, megölték? Várjál, öt betűt mondott, nem? Akkor nem hiszem. Akkor lehet, hogy Beáta asszonyt ölték meg, nem tudom. Az ilyen kitöltős cucc, hogy a pszichiátriára beutaló végül is, hogy ki kell tölteni. Úristen, ez oké, ez... kicsit para. Officers present on the scene have told us that the perpetrator was not responding to their calls to drop the weapon, as he appeared in a trance-like state. Oké. Be volt transzozva a csávó, azért nem izé dropta le a fegyvert. Só, még egyszer elmondod nekem egyébként meg, hogy be volt haluzva a faszim, meg mit tudom, én már 8-gyára hallgattam végig. Annyira vagyok rá kíváncsi. Szinte igen, igen, szuper. Nagyon érdekes. Rules of conduct. Halló? Oké. Okay.
De amúgy, tehát itt vagyok 14 perce. Halló. 14 perc alatt megint ott van a beutalós genyó. Várj, most ez új, nem? Szia. Őrült leszel? Hív fel a... plusz 60-68-at. Miért nem 60-90 a végén ezt elbaszták? Biztos, hogy nem hívom fel, halljál meg. Tudod, milyen hosszú volt a telefonszám? Amúgy is. 40-esekkel, vagy... 40-esekkel? 30-asokkal. Beszélek csak ingyen, szóval... felejtsd el. Hagyjál békén. Valami egyéb nincsen nagyon, ahogy elnézem. Édes a plafon, he. Hallod? Ez eddig nem volt itt, bazd meg. Már nem az ilyen úgy meg, hogy érted, itten panaszkodja, meg mit tudom én, mert még nem találkoztam senkivel. Hála jó Istennek, áldjon meg engem. De hogy amúgy meg nem nézett ki ilyen csúnyán a fal eddig? Kicsit... most már nem pislákol a lámpa odafent. Oké, kezdek befosni. Kezdek befosni. Hallod, nem akarok tovább menni, Pali. Mi fog itt velem történni? Az a... mi van, hogyha én vagyok a csávó egyébként, mert akiről szó van itt a rádióban? Ki tudja. Ez viszont tényleg tönkre fog tenni amúgy, hogy ilyen nagyon gyökkettővel megyek. Várj, shit! Valakit ledaráltak szerintem. Nem tetszett nekik a beutaló. Hát haver, figyelj igazából. Ami muszáj, az muszáj. Anyu beutalt a pszichiátriára, akkor muszáj bemenni. Amúgy nem tudom pszichiátriára, hogyha... hogyha egy nagyon-nagyon durva elmeállapodod van, csak akkor kell bemenni muszájból, nem? Hogyha ilyen fura problémáid vannak, hogy kicsikét így motyogsz magadba, mint a fura gyerek az osztályban, akkor nem hiszem, hogy kötelezőbb menni pszichiátriára, nem? Ez a nyílt, akármicsoda, vagy nyílt osztály miatt a kömb, vagy hogy hívja, hello, bocsánat, elnézést, helyemot csináltam. De ezekre nem muszáj benni, ugye? Legalábbis tudtommal. Hallod, egyre kevesebb a fény, ez nekem egyre kevésbé tetszik amúgy meg. Nyisod ki fele, fata. Úgy, nagyon patika. Bum bum bum, a bum. Bim bim, ennyit hallok. Bim bim. Hát figyelj, kicsit véres. Vagy... most ez... de most két opciós egyébként. Vagy valaki összefosta magát nagyon durran a girosztól hajnal 3-kor. Vagy valakit megöltek. Na most... Azok ki... Nem ment át a golyó az üvegé? Szevasztok. Ugye hát én nem megyek... Na. Bocsánat, de remélem... We interrupt this program with breaking news. You are a goddamn murderer. 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 Szerintem az én karakterem, aki kinyírt a feleségét. Mert ez most elkomolyan mondom. Betekom, hogy meg a kibaszott izéket kéne keresnem a random elrejtett... a random elrejtett izéket, betűket kéne amúgy megkeresnem, pedig mi van meg? B-e? Ugye? Jó, B-e? Oké, okay, gyanítom, hogy igen, én öltem meg a feleségemet. Mert nagyon durván mondogatja itt a magáét. Te egy kibaszott gyilkos vagy, végül is azt folyta... hoppá. Azt folyamatosan így hajtogatja nekem. Nyitodjál már. Oké, okay. Igazából... jó, felfogtam. Amúgy az a játék egyébként egész jó lenne, hogyha nem... kéne átmennem 37.890.000 retkes kocsin. Csak így tudod, így egy-kettő talán. Hallod, nem tetszik ez nekem, van egy pisztolyról? Nagyon-nagyon el vannak itt padulva a helyzetek, már ahogy elnézegettem ott. Huncutkonnának már gondolom. Sietnének haza a srácok. Hát nem tudom, hogy eddig milyen véleménnyel legyek. Kicsit
Jó, felfogtam, bazd meg, úristen, oké. Okay. Kicsit bomlasztó ez a játék, őszinte leszek. Mert olyan téren, hogy... Tehát én értem, hogy mit akar elérni amúgy, mert az ilyen pszichológiai horror-szerűség szeretne lenni nagyon a játék, ilyen szuper, hiper, mega realisztikus mindenséggel. Csak ugye az egyetlen probléma, hogy bele akad ez a játék, az, hogy mocskos módon elhúzza és eljátsza ezt az emberrel, hogy amúgy nem nagyon szeretne sietni. Mármint én felfogtam, hogy úristenem, el akarod húzni, hogy akkor nagy csattanó legyen, meg szépen idővel fény derüljön minden, amit csinálok. Meg hogy egyetem is történik velem. Ember, legalább lehessen már sprintelni, bassza meg. Hát így vagyok 20 perc, az még nem történt semmi. Próbálom végigpofázni egyébként meg az egészet, hogy ne legyen a világ legunalmasabb játék a számotokra se egyértelműen, ha már számomra az, valamúgy megvizusátszok, hogy vagytok mi a napotok, volt, ugye most nem streamesztem, nézni real time, de hogyha lepötyögítek nekem, ezer örömmel válaszolok rá mindenre, is, kétszer is, hogyha kell. Légy szíves. Itt oldják, nagyon szuper. Nem akarom azt mondani egyébként. Az a baj, hogy ugye bár ez olyan, mint munkája, hogyha mondod, hogy hé, de kevés már munka, akkor egy... Kicsit agresszívabb volt. Ugye az olyan, mint munkáján, hogy mondod, hogy de kevés meló van, akkor egyből 15 ezer tonna munka lesz. Szóval, hogyha azt fogom mondani, hogy de unalmas, úgy be fogok szarni. Hogy ez valami kriminális amúgy meg, tehát ez elképzelhetetlen. Az itt, amit a csajnak a nyakába bele volt távol az a Rudi. Igen, én állítok ennek a bemondóhát, gyengább egy olyan Rudit komolyan mondom. Amúgy sorry, hogy le van így véve rólam a fülhallgató. Azt nézem, mond, hogy valamiért a ti végeteken mocskosul másképp hallatszol. Nem azt mondom, hogy izé... Hogy is... De most még így is hangos, baszki. Nem tudom, hogy kéne beállítani a hangot. Nem tudom egyszerűen, hogy kéne beállítani a hangot. Más akarom, hogy túl hangos legyen, nektek. Nekem tök mindegy egyébként, mégis úgyis hallom. Max berakom hangfalra, azt ti nem halljátok ugyanúgy, mert... Hogyha csak egy hangsávot urrantok nektek, akkor tök mindegy. Jó, felfogtam, gyilkos vagyok. Na mindegy, arra akartam kiukadni végül is, hogy izé... Csak nem akarom, hogy fosljon a hang, szóval hát ilyen megsüketülök. Azért is hagytam le a fülhallgatót, hogyha befosnék nagyon, mert valaki sikítana a fülembe. Akkor ne szakadjon ki a dobhártyám. Viszont a tiétek meg így éppen normálisan érzékelje. Viszont hogy elnézem, hogy nektek is hangos még egy előre. Az abban ez a retkes bemondó hangos csak. Mert a basszusa nem olyan erős amúgy meg, ahogy kivettem belőle, szóval az meg tusé. Nyisd be, aki azt a retkes ajtót, legyél olyan rohadtul szíves. Figyeljetek már, én most miért megyek még mindig egyenesbe? Tesó! Jó, értem, geci, de a rákomnak kell elmondani 8-szor ugyanazt. Vagy amúgy lehet, hogy a saját hibámból megyek amúgy körbe-körbe. Szóval valamire nem jövök rá. Valahova oda kéne néznem, ahova nem jöttem, vagy nem néztem még oda. Nem tudom, az emberek azt írják mindenki, hogy 30 perc alatt ki lehet játszani. 23 perc alatt. És mit csak mentem. Jó, Istenem. Ez a Death Stranding egyébként meg... Ez is az, hogy csak így mész. Ez csak így mész. Bár ez valamiért ilyen triplás fasság, de ott is csak így mész. De mit nézel? Hogy nézem le? Semmi ízi? Szevasztok, srácok? Te? Sushi? Nem tudom mit nézni, fogd már a pofád. Sziasztok, srácok? Jó. Valamire rá kéne jönnöm egyébként, meg amire nem jövök rá, hogy mi van? Ez úgy húzni kell itt az egeret ilyen lassan, ez van a borzasztó egyébként meg. Mire nem jövök rá? Mire nem jövök rá? Semmi, nem értem, de amúgy bírom, hogy a távolban lévő emberek nincsenek kicenzúrázva. Mire nem jövök rá? Valamire szerintem rá kéne jönnöm. Transit map. 88 BE. Ki a harmadik betű szerintem, de honnan a picsából szeretjem össze a harmadik betűt, haver? You are a
Igen. Igen, hát próbálok mindenre odafigyelni. Azt már pár Romániában, ha még egy reklám, hogy meglátok. Román volt a csáva, ki csinálta. Fizz. A fizz-víz. Oké. Okay. Jó van, költöztető cég. Talán ott egy, én ezzel az ebetűvel szemezgetek egyébként, vagy ebetűféleséggel szemezgetek egyébként már lassan 10 perc, de nem tudom, hogy ebetűnek lehet-e nevezni. Azért nem merem azt mondani, hogy ja, igen, akkor BE, és akkor... B, hogy volt BE, megint egy E? Nem lenne valami sok értelme szerintem. Igen, nem egy gyilkos, nagyon kérem, szuper. Ezt magammal kell ilyen, vagy? Az vagy nem tudom. Most ennek nincs hát olyan semmi. Oh shit! Most megváltozott. Mindenhoz az van írva, hogy gyilkos. És a D ki van húzva naggyal. D lenne a harmadik betű? B... E... D... Bed? Bedi vagyok? Ha? Köszönöm. Ja, Istenem. Rendben. Szuper. Kicsit véresebb lett a fal. Kicsit véresebbek lettek a falak, srácok. Lehet, hogy amúgy meg most jöttem rá. Szerintem rá kellett volna mennem arra izére. Arra a pszichiáter cucclapra. Hát én most a VOD nézők egyébként meg küldenek anyámba valószínűleg, hogy hallod, öcskő? Miért nem mentél rá eddig, hogy rohadjál meg? Most miért itt ülünk feleslegesen egy óra hosszát? Mi van szív az? Viszont, hogyha... Vágottat nézzetek, akkor mindenki le fogja szavarni, szóval ennyi szerencsém van. Mi volt? B, E, D, bed? Igen, bed. Jegyezzem meg, ugyebár. Ott van megint az izé lap. Megnézem megint. Mi a helyszó? Ugyanaz. Murderer. Hát olyan semmi. Oké, okay, szerintem... Nem tudom, remélem most is változni fog valami. Bár így legbelül remélem, hogy nem egyébként. Hogy őszinte legyek. Nem tudom, hogy... Hogy vagytok kézzi. Oké, falak véresek. Hopp, megint vannak emberek! Hopp, új emberek! Szevasztok! Hoppá! Csumi, de ez van, srácok! Az összes ugyanúgy néz ki, neki Calvin Klein modell, vagy mi a faszon van itt egyébként, meg komolyan mondom, mint a díszbuzikam úgy, meg hogy itt összegyűjtek volna egy helyre. Úgy néztek ki. Téged utálnak a le... Mi, hogyha lelövöm egyébként meg a csáveszkomot? Semmi. Nem értem, nem tudom, hogy amúgy meg nyakon szúrnak, meg izéljenek amúgy, letámadnak 80-an, vagy valami ilyesmi történik. Olyat volt valami? Nem tudok visszamenni. Fuck me, mindig. Megint ott van a lap. I got my eyes on you, brother. B, E, D. Ó, tényleg lehetne sprint amúgy meg ebben, mert ez nagyon béna, hogy nem tudok végig. Hogyha azt hiszitek, hogy meg fog fordulni, nagyon tévedtek. Hogyha azt hiszitek, hogy meg fog fordulni, kibaszottul, de tévedtek, srácok. Hú, kurvára beszartam, bassz meg. Ő csak betört az ablak. Jó. Hú, Pali. Oké. Okay. Oké, okay, kicsit véres a helyzet. Kicsit... instabil itt az állapot. Amúgy nagyon szépen néz ki itt a föld. Úristenem, oké, okay, kicsit beszartam egyébként meg. A játék sikeresen elérte szerintem azt, amit akart velem. Menj csak így hoki... Ti jó vagytok, srácok? Inkább becsukom, jó? Hallod, most átváltoznak? Vagy mi a tököm történik? Félek, baszok. Várjál.
Addig tweakelnek a srácok. Oké, okay, diszkóznak, I guess. Nagyon király. Kicsit viszont fosatós, szóval, hogyha nem haragudtak én. Hát én léptem a picsába, mert amúgy beszartam picikét, amúgy rajzol már a végén minden. A rádió csáó befogta a pofáját. Hopp, megint új emberek, nem? Nem? De? Nem ezek ugyanazok az emberek, csak ilyen ki... Jó, mert mindig ugyanaz. Ezek... Tesó, ne csukodjál már be magad, tódik, mit hova akarod magadat rakni? Ezek más emberek? Nem, ezek ugyanazok, nem? Ezek ugyanazok, csak más pózban? Igen, ezek ugyanazok, csak más pózban, nem? Valami kicsit is shiftet a time loop szerintem. Viszont itt megint van lapocska. Hogy nézem? Ó, te teljesen új vagy. De jó, végre valami, ami nem csak be akar szaratni. Kedves Mr. Valami. Azért küldöm ezt a levelet, mert hogy nem tudom, hogy máshogy tudnék kontaktba jutni tovább. Kontaktba jutni veled? Ezt a kontaktjú. Igen, oké. Ignorálod a hívásaim és e-mailjeim, nem is válaszolsz az ajtóban. Most itt mi történt? Remek fejlődés mutattál, gondolom ez nekem szól akkor. Úgy néz ki, hogy a rémálmok is megálltak, és a hangoknak is vége volt. Tik hangokat hallottam? Tök jó vagyok, legalább nem csak ilyen elhallok hangokat, hanem ebben a szar játékban is szuper. Emily itt volt. Ó, nem, Emilis megint szerelemben volt veled, gondolom. Kérlek, lépj velem kontaktusba minél előbb. Nagyon aggódok miattad. Oké, és hát figyelj. Én be nem megyek, bazd meg. Na. Hát az mi a geci? Ott fent balra, bazd meg. Az ki a faszomnak a lába? Mi a geci? Mi lenne, hogyha... Nem néznék oda, csak így szépen elmennék, mintha nem történt volna semmi. Jó. Sziasztok, srácok! Hogy azt a jó kurva anyátokat? Nem fog megfordulni, geci. Biztos, hogy nem. Szevasztok, jaj, de... Hallod? Ez úgy néz ki, mint a Barney. Szevasz, Barni. Kicsi gerincferdüléssel. Nagyon-nagyon egyenesen kiúzták magukat. Szia. Stock, I guess? Ikrek vagytok? Ez mi? Az már a rohadt kurva anyjának, a keci anyjának, azt a szentelek kis keci. Azt akartam mondani, hogy azt mondta, hogy a vérünk, vagy a vérük a kezemen van. Igen. Amúgy kezd lagolni a felvétel. Szóval nem tudom, hogy újraindítsam-e. Mi a fasz, glitch-e le, izé? Figyelj, ki a pöcsöm tud ide ülni amúgy? Oké, ez kicsit glitch-es minden. Azt nézem, hogy kicsikét laggolok amúgy meg. Mármint, hogy lehet, hogy nektek nem, meg amúgy a játék sem, de hogy a videófelvő program az valamiért amúgy meg azt mondja, hogy anyám nem szeret, szóval... Most ti is rám fogtok nézni? Mert akkor rohadtul, de nem leszünk barátok. Ez egy tévé. Ha? Ha? Mi van? Most bekapcsoltam a tévét és ilyenkor mi van? On. Igen, on.
És az várj, várj, on és az O betű, hogyha jól látom, akkor az pirossal ki van emelve, nem? Szerintem igen. Mi van akkor, hogyha az egy O betű akar lenni, ami B, E... Három, nem hiszem, hogy legjobban valott mondjuk szerintem. Meg van ki a faszomnak volt az a lába, ott bazd meg. Én aztán nem geci. Én aztán biztos, hogy nem. Velem nem baszol ki. Én tudom, hogy jobb oldalt a haver rám toljon egyébként meg. De nem, én tovább nem megyek bezzel. Biztos, hogy nem. De só, az a baj, hogy... Tehát van az a mém ugyebár, hogy... Vannak ilyen falsajok, amiket csak fehér emberek csinálnak. Én nem tartozok azok az emberek közé. Kibaszott videójátékkal, amilyen fogok játszani én meg, ami ilyen öcsém. Nem szórakozzál velem, meg itt a háttérre mondogatja a csávó magáé, de úgy komolyan mondom, szájba fogom baszni. Most közelmények, és össze fog engem fosatni. Erre fog játszani. Nem? Nem tudom. Nézzetek már így rám. Halljátok, geci. Mit ártottam én nektek? Why couldn't you save them, Michael? 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 Nem az én szemeim glitcheltek most, azt ugye tudjuk mindannyian. Why couldn't you save them, Michael? 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 Mi van, hogyha nem? Mi van, hogyha nem szeretném? Akkor mi a geci van? Murderer. Jó van, felfogtam, baszod. Nagyon értelmes meg minden. Nyisad ki. Na én nekem itt egy pár dolog nem tetszik amúgy. Na mondjuk az egyik az, hogy... Viszont én semmi nem tetszik már egyébként, meg főleg ez a fasz nem tetszik itt nekem. Azt sem tetszik, hogy mondjuk terével lőttem geci, és amúgy... Na mindegy. Próbálj meg tudom most eltekinteni. Na nézzetek már így rám, komolyan mondom, mert behányok amúgy meg. Szóval, az ott egy cella? Cella? Jó, azt mondod a író. Semmi? Miért? Haló? Most hogy akarod, hogy tovább menjek, baszki? Mi van? Bár érteném. Bár érteném, mit kell csinálni. Bár tudnám, mit kell csinálni. Meg kell fordulni, hogy ott lesz valami, bazd meg. Miért néztek így? Ja, beszartam. Nem áll. Pedig a jó púcsomat vettem fel. Büdös vagyok. Ne nézzétek már, a faszomat abba. Milyen csöcsei vannak a csávónak, diktesó? Nem már. Na rád nem számítottam ám, hogy pont te is figyelni fogsz, te muksó geci. Na, Oni, ezt olyan nézek, inkább szeretnék innen elmenni. Miért nem tudok kimenni? Oh, shit. Na most jogja, ne vigyarogj el, bazd meg. Most visszafele kell mennem? Most ez azt akarja jelenteni? Vagy ez csak mindenki utána fordul? Hát most kíváncsiak valamire. Nem. Őt nem zavar.
Why couldn't you save them, Michael? 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 Why couldn't you A lábad átengedte. De vissza már nem. Hogy rohadjál meg. De az az enyém. Tesó. Hallod? Ne szórakozzál már velem. Ó, megvan. Megvan. Kitrükköztem. Fasza. Szóval most van egy lábam. Szóval most, ó, az van az a, aki szóval a test, amiről beszélt az elején, úgy gondolom, konkrétan szó szerint össze kell rakni. Szóval... Most azt nem mondd, öcsém. Tesó, jó vagy? Értem. Szóval... Volt valahol egy ilyen... Egy... Tehát magától mozgott a kibaszott képernyő, ami nagyon aggasztó volt. De volt valahol egy test. Volt valahol egy test. Most nekem vissza kell mennem és azt össze kell pakolnom. Ne szórakozzam, ott van a test. Szóval az bátyja. Hoztam neked egy lábat. Mit szólsz hozzá? Nézd. Oké, elfogadtad, kurva jó vagy. Szóval vissza. Nagyon crispy. Volt egy kéz itt. Az úrnál, aki feladta a drótot, vagy mi a tekemet kell ilyenkor mondani. Beadta a drótot? Feladta? Nem tudom, de te sem nézek jól, egészségesen. Jó, hol a tekembe volt ez a kéz? Hallod? Hallod? Hallod, hova tűnt? Hallod, ne baszd már fel. Hallod? Oké, most nem tudom, mi jövő behalúzva. Hallod, humban? Fiúk, elraktátok, hogy mi a... Ne csináld már. Nem szerintem elbugoltam úgy meg valamerre. Oh my god. Why couldn't you save them, Michael? 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 Why couldn't you save them? What a case. Na, mi szopat a játék ilyenkor engem, vagy csak nem szeretné, hogy végezzek vele, vagy vagy mi a becsön van, mert hogy... Nem, actually nem tudom, hogy hol van a kéz. Ez amúgy kinda sad. Why couldn't you save them, Michael? 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 Nem tudom, hol a kéz, szerintem gatya, bebugolt a játékom. Ne szórakozzál már velem, baszki. Why couldn't you save them, Michael? 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 Closed. Be vagy tag... nem tudok... Ó, nem áll... Nem tudok visszább menni. De nincs meg a kéz. Ne szórakozzál már velem. Bebugolt a játék. Nem tehetek róla. Nem tehetek róla. Rohadj meg! Hol a kéz? Mert belerúgtam ugye, és ilyenkor olyan furcsán ellaggolt, hogy nem is tudom, miért nekem történt, ilyen érdekes moccanatok volt. Valaki látja azt a szarkezet valahol? Sehol nincsen, baszki. Szerintem ennek annyi. Ebbe volt a játék. Ez újra nem kezdem. Why couldn't you save them, Michael? Ez gatya. Why couldn't you save them, Michael? Why couldn't you save them, Michael? Why couldn't you save them, Michael? Kinyílt az ajtó azóta?
Tovább tudok menni? Vagy átbugolt lehet a kéz? Nem tudom. Szasztok srácok, ne nézzetek már négyre, mert lámpázas leszek, basszátok. Nézzem a padlót, próbom szkenelni itt egyébként mi a helyzet, de sehol nincs az a szar. Próbálj itt át tudok jönni. Oh shit. Igen. Ó, itt át tudtam jönni. Megvan a Bratyasznek a lába. Oké. Okay. Akkor ezek szerint csak... Nem tudom, hogy működik ez a játék, miért működik így ez a játék. Valami most így se lekérdezzétek. Kezdem feljebaszni egy picit magamat rajta. Fú, bazd meg! Hát nem túl szép, maradjunk annyiban. Kicsit leprás, de nézd, mit hozott neked, Johnny fiú. Te sokkán. Gyere. Hát igazából elcsámcsoktam egy picikét. Sok volt benne a protein, ne haragudjál már. Tudod, hogy megy ez barátok között így? Ó, ugye. Hát na. Biztos meg fogja érteni, jó fiú volt egyébként még mint fénykorában. Aztán elvitte a lepracsorót. Na. Nézzünk tovább, mi a helyzet. Hogy volt, hogy volt? B, E, D. Itt a pali, aki kicsit paráztat engem, őszinte leszek. De a kezedet... Adj már az a tesó. Egy pici... Hát faszim, minden rendben van? Kicsit kivagy teke... Bocsi. Rossz volt a kérdés. Máskor nem így fogalmazok, jó van? A tagnak visszaügyem ezt a szutykot? Nem hiszem, hogy vissza kell vinni neki a készen, csak egyenesen elvisz most, jöcső. Na szóval, megint engem néz mindenki, a lámpalázas vagyok már, fiúk. Nagyon nagy megtiszteltetés. Szóval, hogy volt, hogy volt, hogy volt? Emlékezzetek, emlékezzetek? B, E, D, D, vagy még egy B? Hogy volt, hogy volt? B, E, D... O... Nem, ez, ez... Ez a játék ellenem van. Ez, én nem fogom előre a kezemet, nincsen mentési opció be a játék, mert egy demo játék. Fasznak veszem fel, mindegy. Látok, nászóra, ez a játéknak a része? Hallod? Ok. Ha, annyi, kijátszottam, easy bazd meg. Ha, hallod? Nagyon jó játék volt, srácok. Örültem, hogy játszhattam. Ez szuper jó volt. Nem fostam össze magam, meg nem kurtam fel magam. Fiatok, van egy ötletem, mit szóltok hozzá? van egy kurva ötletem. Igen. Igen. Na, szóval. Alright, so. Popo the Genie says his demon. Let's try it out. Okay. Does it hurt to try? Alright, here we go. Szóval. Várjál, várjál, nem úgy akarom, hogy úgy akarom, mintha én játszanám ki, tudod. Nem igaz, nem tudok semmit, ami én. Talán ez. Nem. No commentary, ez kell nekem. 50 perc, akkor nem csak én baszakodtam itt vele. Hol tartottam? Nem itt, biztos, hogy nem itt. Itt tartottam, igen. Nézzétek csak. Itt mi fog történni? Ha benyitottam volna, ez történt volna. Figyeld csak, figyeld csak. És itt kifagyott a faszomba. Oké, na, játsszuk ki, nézzük, srácok, nyilj. Go. Szóval. Kéz nélkül. De amúgy elbukott az egyik kezem is amúgy meg, szóval teljesen ide mit csináltam volna. Lehet googolni. Most tudom, hogy lehet googolni. Love you, baby. Figyelj, mert nekem tanál jó van, nekem van egy barátnő. Egy hűséges úriember vagyok, te egy retkes kurva. Lehet nézegesed már, emberem.
ez amúgy tök vicces, mert amúgy gondoljunk bele abba, hogy a vágott részeknek a nézői soha a büdös picsában nem fognak rájönni arra, hogy ez egy kibaszott visszajátszás. A vágott résznek a nézői azt fogják hinni, hogy én végigjátszottam ezt a játékot. Jó, nyilván nem. Jó, megint mindenki... Ó, hogy rohadjál meg, baszki! A szar megállt bennem! Jaj, Istenem, oké. Most a fülhallgatót felvettem most már, mert így tudom szabályozni a játéknak a hangereit. Valamiért felületben nem tudtam úgy. Murderer. Mi van ott? Hallod, be nem hajolok, mert aztán meg le leszek szopatva direkt. A csipogás, amúgy már kikészít, egy órája ezt hallgatom, kezdem felidegesíteni magamat rajta. Most már értem, hogy miért kell kifagyni ennyire nekem. De látjátok, ott van a keze, és ez nekem nem volt ott, mert bugos volt. Szerintem a kezet így se úgy tudtam volna megszerezni, szóval nem tudtam volna kijátszani a játékot, az a baj. Hát, unlucky. Szerintem akkor itt tök mindenki kifagyott-e vagy nem nekem. De amúgy olyan sok mindent így látok, tehát ez egy olyan nagyon jól kitalált játék. Mert én értem, hogy hiperrealisztika, meg mit tudom én, de... Vagyunk drogozva, vagy... Vagy mi van? Jaj. Most tovább... Jaj, van flashlight a játékban! Wow, de miket meg nem tudok, hallod? Lenyűgöző. Ugye eléggé sajnálom, hogy így alakult egyébként, hogy... Egy az, hogy bebugolt a játékom, meg a másik az, hogy kikresselt. Harmadik az, hogy oké, hogy kikresselt, de hogy nincsen konkrétan mentési opció, szóval most már invested vagyok, meg nem akarom felségesen elcseszni a saját időmet, meg a tiédet se, szóval végignézem inkább azt. Azt mondjuk az, hogy kijátszottam. Oké, valahol fog valami történni, amúgy kedves uram. A csávó is ugyanazt csinálja, mint én egyébként, mert csak oda-vissza szaladgál. Örülök neki, hogy nem csak én vagyok ilyen búval baszott szerencsétlen amúgy, meg hogy fél óra nem tudok rájönni, mit kell csinálni egy játékban. Megtalálta a fejét a csávó. Figyeld! Kis Loki Piki. Aha. Megvan a feje, öcsém. Zsa. Úgyben a takonyban olyan lassú az ember. Kicsit ilyen bealtatott feje van amúgy meg a faszinak, de most... nagyon parol minket, néz, há! N. Bár, B-E... B-E-M-O-N. Bemon. Mi a fasz jelent az, hogy Bemon? Kíváncsi vagyok rá. Nagyon a végén voltam egyébként, már csak a fejét kellett volna megszerezni meg ezt a szart. Jó, semmi nem történt, nem érdekel minket. A ganaj! Figyeld, Pali! Kicsit tag... Webber! Nagyon gusztustalanul néz ki amúgy meg ez a játék. Fúj! Hát haveromnak egy komolyabb kigyó így az arcán át. Ott egy kaponya. Nagyon szexi. Nagyon szép. Ott egy lábú is mellette. Nyami, nyami. Na. Jaj. Alig látok, Pali. Igen. Igen. We appreciate. Most beérjük oda. De most kajak. Tehát... Most beírta a csávó a kódot, és így ennyi...
Bro. Hát a kurva anyja, de ezt diszlájkolom, ez egy köcsög. Hát ez biztos nem az endingje. Már 30 videóra rákatintom egyébként, hogy rájöjjek, hogy melyik az ending, nem hiszem el, hogy egyik nem jó. Dick. Fracture Mind Demo. Try it. What's the combination? Let me know, and then I might continue. Oké. Okay. Hát ez kurva szar így bakker amúgy, meg senki nem tudja a kombinációt, aki meg tudja a kombinációt, az már nem mutatja meg, hogy mi a kombinációnak a vége, szóval nem tudom mi a játéknak a vége, srácok. Hát maradjunk annyiban, tehát maradjunk annyiban őszintén, hogy nagyon demo a játék még, és nagyon nincsen vége, nagyon bugos, és nagyon furcsa? Nem tudom, egyébként maga a... Az, hogy hogyan működik az egész, az tetszik amúgy meg. Nem arról van szó. Csak engem az kicsikét irritál, hogy tehát Fuller van rejtve, haláltököm tudja, hogy hova amúgy meg a kombináció. Konkrétan küzdenem kell érte. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy hát bebugolt a játék, hogy kicsit tudtam volna játszani a játékot, viszont hiába bugolt be úgy a játék. Nem tudjam kijátszani, mert nem tudtam kijátszani a játékot, mert ki is vágott a játék egy crash-sel. Szóval ez van. Ez van. Nem baj. Érdekes koncepciónak tűnt, csak szarul van kivitelezve, én azt mondom. Na mindegy. Csőcső.